Ami itt a tárgyalóteremben van, vagy ami ide került a felfelelősség keresett dolgoltából, az egy tipikus politikai vita, egy évvel a választási kampány előtt különböző végebbi újabb formációk egymás közötti helyezkedése kapcsán kipattant politikai vita. Itt vagyunk a fővárosi törvényszéken, ugyanis Haris Éva beperelte azért Szanyi Tibort, amiért Szanyi Tibor azt állította, hogy rajta keresztül, azaz Haris Éván keresztül akár a Fidesz is pénzelheti a Momentumot. Ma volt az első tárgyalás, Szanyi Tibor pedig Schiffer András képviselő, akit nem sokára kifaggatunk arról, hogy miért vállalt el a szocialista politikus képviseletét. Hát ugye a dologban az a vicces, hogy Szanyi Tiborral most független attól, hogy csomó mindenben nem értünk egyet nyilván, mármint politikailag, de az nem ide tartozik a bíróságra. Én Szanyi Tiborral egyébként jó viszonyban vagyok, annak ellenére, hogy tulajdonképpen épp azon gondolkodtam végig a tárgyalóteremben, hogy tulajdonképpen én jó néhányszor beperelhettem volna Szanyi Tibor, tehát én az első ilyen lejárató... Mi miatt? Hát az első lejárató adagot a 2010-es kampányban az konkrétan Szanyi Tibortól kaptam, csinált valamilyen fikázó videószpotot, ahol engem elküldött melegebb égtájakra. Nem akarja most bosszúból elveszíteni neki a pert? Jaj, ne vicceljünk már most túl azon, hogy ez még felvetésként is sértő, tehát ügyvéd az ügyfeléért, de akkor nem vállaltam volna el nyilván a képviselőt. Akkor Szanyi kereste meg önt? Hát kölcsönösen kerestük egymást, maradjunk ebbe. Nekem meg nem fordult például akkor a fejembe, hogy bepereljem Szanyi Tibort. Szerintem a politikai küzdelem, vagy egyáltalán politikai vitákban az, hogy akár még torz, valótlan, spekulatív módon gondolkodik az egyik közéleti szereplő a másikról. Ez tipikusan a politikai vita terepe szerintem. Itt nem az az igazán érdekes, hogy amit Szanyi Tibor elmondott abban a bizonyos Pesti Srácok interjúban február végén, az ténylegesen így igaz-e, ahogy ő arra utal. Az a kérdés, hogy egyébként szabad-e a politikai vita annyira, hogy amikor egy versengő több pártrendszerben élünk, akkor az egyik párt politikusa választott képviselője megfogalmazhasson állításokat egy rivális pártról, vagy a rivális párttal azt talán nem vitatott, hogy ilyen-olyan szimpátia kapcsolatban lévő volt pártársáról, aki hosszú éveken keresztül szintén politikai szereplő, politikai tisztségviselő volt. Tegyünk egy gondolatkísérletet, mi lenne, hogyha mondjuk Fekete Győr András akarná beperelni valamelyik mostani LMP-st, mert rosszat mondott rá, akkor akár Fekete Győr Andrást is képviselni? Hát itt azért azt gondolom, hogy annyi, most túl azon, hogy Fekete Győr András, nekem nincs szerencsém ismerni Szanyi Tibort pedig, mint a rossz pénzt elég régóta, tehát itt ez nyilván így föl sem erül ennyiben, de hát a másik, hogy azért miután én az LMP-nek tagja vagyok, nyilvánvaló, tehát hogyha bárki más, most nem Fekete Győr András, bárki más kifejezetten egy LMP-s politikust akarna beperelni, ráadásul többeknek azért én az ügyeit itt vittem vagy viszem, hát ott nyilvánvalóan érdekellentét áll fenn. De hogyha bárki mást akarna beperelni egy momentumos, akkor egyébként azért nem zárkóznál attól, hogy momentumosoknak is a szolgálatába álljon? Miért ne? Hát tehát én az egész megközelítést én elborzadva figyelem, nem csak most, már 2010 előtt is, hogy egy ügyvédet politikailag miért kell megítélni annak alapján, hogy egyébként kiknek a képviseletét látja el? Kicsit a konkrét ügyről beszéljünk. Még ugye itt az amellett érvelt ön, hogy ez egy véleménynyilvánítás volt, amihez joga van Szanyi Tibornak, és nem pedig egy tényállításról van szó, és azt is mondta, hogy irreális összegű sérelemdíjat kér Haris Éva. Mennyit kér pontosan? Hát nem emlékszem, hogy több millió forintról van szó, hogyha nem tévedek, ami azért tényleg... Ha azt vesszük, hogy a Szanyi-féle állítások, ha nem is ekkora hőfokon, de bőven megjelentek már a megelőző hetekben, és igazából a becsületet súlyosan sértő kijelentés nem hangzott el Szanyi Tibor részéről, ez innentől kezdve mindenképpen eltúlzott. Tehát a milliós nagyságrend önmagában eltúlzott egy ilyen esetben. Az került még elő, hogy közszereplő-e Haris Éva. Önök azt mondják, hogy igen, az ügyvédje azt mondja, hogy nem. Egyből a Habony Árpád párhuzam merült fel bennem, ugye őróla is bírós. Persze. Akkor lehet azt mondani, hogy Haris Éva az a Momentumnak a Habony Árpádja? Én ilyet nem szeretnék megfogalmazni, főleg ügyvédként nem. Nyilván Habony Árpádnak egészen más a szerepe mondjuk a miniszterelnöknél, mint ami Haris Évának ha volt, egyáltalán lehetett a Momentumnál, de az kétségtelen, hogy önmagában az, hogyha valaki sajtónyilatkozatokat tesz a közügyek vitatása során, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen formális pozíciója, az már a közéleti szereplő státuszát megalapozza. Két számot kérünk öntől áprilisra. Hány százalék lesz az LMP-nek, és hány százalék lesz a Momentumnak? Ki van zárva, hogy tippelgessek?
teljesen kizárt. Egyébként jegyzem meg, amikor én magam képviselőjelölt voltam, akkor is tartózkodtam attól, hogy tippelgessek, de én a választásokra vonatkozólag semmiféle nyilatkozatot, stoppot rendeltem el magamnak a választásokat illetően. Megkérdeztük Haris Éva ügyvédjét is az ügyben. Kameránknak nem akart nyilatkozni, de e-mailben elküldtük neki a kérdéseinket. Lent a cikkben olvashatjátok, hogy mit mondott.